Na, sziasztok! Ugye volt egy ominózus előző videó, ami több mint egy órás volt, és abban próbálgattam elmondani, hogy mi is a reputáció. Ugye a reputáció az, amiben ami 50-es szintől elérhető minden karakter számára, ugyanazok a reputációk érhetőek el mindenkinek, és ugyan azokat a dolgokat kapják meg. Minden reputáció 5 szintre van felosztva. Minden egyes szint elérésével kaptok passzív képességeket. 4 szinten kaptok minden reputációnál. Ezek. Ez a 2x4, 8 darab passzív reputációs képességet, valamint ha az ötösre kihúzzátok, akkor egy aktív reputációs képességet, ami Omega és a Dyson kivételével space-esek. Bocsánat, az Omega és a Dyson kivételével, mint space-esek. Ez a kettő ad 2 groundosat. Elnézést, a Delta is még ott groundos, aktív képességet. A passzívokat, azokat itt a trade-eknél lehet bepakolni. Itt a Space Reputation-nél, hogyha megvannak, akkor ezek így itt meg fognak jelenni. Space-nél és még Ground-nál is. Mindig az első szint az Ground-os, utána Space-es képességek, és így váltogatják egymást. Tehát Ground, Space, Ground, Space. Én tegnap már ugye némán így elindítgattam 2-20 órás projektet. Itt lehet beállítani ezeket a 20 órás projekteket. Ezek arra jók, hogy ugye ezt a kockát fel tudjuk tölteni. Most egy 20 órás ad nekünk 2500 pontot. És láthatjátok itt, hogy 5000 kell. Most én azért kapok most majd 5000-et, így nézzétek. Így, ez be is telt, és látjátok, én kék lett. Azért kapok kék 5000-et, mivel én már a többi, tehát minimum egy karakteremmel, de már a többi karakterem is, tehát mindegyiket kihúztam 5-ösre. És hogyha 5-ösre kihúzza az emberke, és van account bankja, akkor át tud küldeni tokeneket, amikkel meg lehet duplázni ezt az XP-t, amivel fel lehet húzni a reputációt. Ugye alapjáraton, hogyha 20 órás projekteket indítunk, akkor 40 nap alatt lehet kihúzni, ha csak 20 órás projekteket indítunk. De én így 20 nap alatt ki fogom tudni húzni. Na most. Azokat mutattam az előző videóban, hogy azok voltak azok a sárga, a lila, a kék, piros színűek is dolgok, amiket így átpakolgattam bankból. Azt is benne volt a videóban, hogy a hídon csináltam, hogy kihúzogattam a bankból és beraktam. Na, azok voltak a tokenek. Azokat, hogyha itt az upgrade-nél van egy, berakunk egy ilyen projektet, berakjuk azt az egyet, és már is megadja nekünk azt a duplát, plusz még ugye extra 5 reputation pontot. Na, most tegnap elindítottam egy 20 órásot, ami azt jelenti, hogy 5000 pontot adott is, és 5000 kellett ez az első szinthez, majd nem is írja, mert úgy megvan. Most ilyenkor látszik az, hogy ez így itten egy upgrades available, ide kell menni, mert most még így nincs meg ez a két képesség, ez így be fog majd így kereteződni, tehát majd látjátok, hogy megváltozik. Ide kell jönni, és mindig ezt a claim tier 1, 2, 3, 4, 5-öt szilektelni kell,
Igen, azt akarjuk, és akkor megjelenik ez a projekt. És kell hozzá 645 Omega Mark, vannak 5 Omega Mark kell hozzá, hogy claimelni tudjuk, azaz meg tudjuk szerezni. Igen. Collect reward. Na, és akkor így látjátok is, hogy már is lett egy ilyen kis barnás színű ilyen kis keretje, többinek meg nincs. Na és ugye itt lehet látni, hogy mit kaptunk. Captain Ability, Tier 1, Passive Abilities, azok ezek. Aztán New Store Unlocks. Itten a store-ban már is lehet látni, hogy Consumables és ezek a Borg Duty Officer-öket lehet kivenni. Hát igen, 7200-ba kerülnek ezek. Megvan, ezeket nem lehet, mert ezt csillagfotásnak kellene lenni, de ezeket lehet kivenni. Itt jelenleg így ez a kettő van, de az majd nőni fog. Több lesz az. És ugye vannak itten még ilyen, hogy Select aktív, ez a második, a középső. Itt most már megjelentek, látjátok? Most már Groundra ki lehet szedni például ezt a Klingon Honor Guard Personal Shield-et, ha kell valakinek, de először is húzzátok ki a reputációkat, és utána nézzétek meg, hogy nektek most mi kell, tehát hogy milyen statok legyenek a pajzsnak, fegyvernek, tehát annak a setnek. És látjátok, set bónuszokat is kaptok, set 2-nél adrenalin booster, ami plusz fizikai sebzést ad, azt hiszem másik, karakterben, ugye ez a set van, meg ez az Honor Guard, és azt hiszem ez fizikai sebzést, meg a healt ad, és Blood of the Warrior integra, Blood of the Warrior, talán, hát valamelyik ad healed, meg fizikai sebzés bónuszt, meg az Integral Frequency Remodulation, ami ezeknek a reputációs szetteknek a exkluzivitása, hogy ugye mindegyiket a Borg ellen lett kitalálva, azaz ugye kell vennünk a Borg ellen a replikátorban. Van egy ilyen frequency modulátor, ami 0 EC-be kerül, le lehet gyártani, és akkor azt hiszem 4 másodperc alatt, ugye? Igen, 4 másodperc alatt újra modulálja a fegyvert, hogyha a Borg az adaptálódott az adott fegyverünkhöz. Na most ez, ha ez a set megvan, ez a 3-as set, tehát megvan a páncél, pajzs, fegyver, akkor ugyanúgy kell nyomni egy gombot, amit így beraksz a képességek tárházába, ami neked van, csak hogy azonnal az egész, tehát nem kell 4 másodpercig rostokolnunk. Igen ám, de emellett még van Omega pajzs is, tehát ez két különböző szett. És igen, ez a kettő van. És Space-re ki lehet szedni egy asszimilált modult. Ezt ajánlom mindenkinek, ezt én is ki fogom venni. Critical Chance-et ad, Critical Severity-t, még nagyobb legyen a kritikus sebzésünk, Weapon Power Setting-et is ad, és Starship Hull Repair-t, meg Graviton Generator-t is. Jó. Nem, ezt szeretem, ez egy ilyen muszáj konzol. Nem muszáj végül is, de én szeretem. Jó. Oké. És hát ugye a nukulásat is tegnap elkezdtem. Ezzel is ugyanúgy járok el. Így. Ez is megvan. Mindjárt 3. 1. Collect Reward.
Ez is megvan. Na, ide megyünk a trétekhez. Látjátok, itt megkaptuk mind a két reputációnak a két dolgát, ugye a... És ezt végül is még mind be is rakhatjuk. Mert van elég helyünk. Meddig van a Night Health Regeneration, Todd. Igen. Plusz 10% health-et ad. Másik. Aztán ugye... Tehát mindegyik ilyen képesség, amit megkapsz, az egyik az defenzív, másik pedig offenzív. Mint látjátok itt az Omega, és ez ugye ez a... Az offenzív van, az alsóbb a defenzív. No. Jó. Berakjuk így. Jó, hát space még nem tudunk, az majd csak később. De el is indítom a következő 20 órást, meg az utánt is. Következő már 2 nap múlva lesz, vagyis hétfőn. Tudom. Akkor már space-t is be tudok rakni mindegyiket, ami eddig meg lesz. Jó, elindult. Mukorána is berakjuk a 20 órásat. Ugye megkapjuk ezeket a ládákat itten. Pisztoly. Turret. Nagyon jó. Igen. Ez is elindult. Ja igen, is kaptunk romlámmárkot. Igen, 51-es szintre felvittem, elmentem egy-két ilyen... Distress Call-ra, Tolian Red Alert-re, meg Bork Red Alert-re, és abból ugye kaptam ilyen márkokat. Ugye Romulan márkot, ugye a Tolian Red Alert-en, meg Dokorásot is kaptam, Borgon meg Omegásot. Na most ezek ugye kellenek hozzá, hogy elindíthassunk projekteket. Is elindítom 20 órásat. 15.000 EC. Így. Oké. Többi ez meg még mindig nincs. Elkaptam romulános ládát is, igen. Nézzük, mit kapok belőle. Pulse Wave Assault. Majd adjuk az egyik emberkinknek. Oké. Na. Igen, itt van, látjátok, ez az alert.
Tóliánokhoz, de megcsináltam ma, igaz, megcsináltam megint, de most nem akarom. Amúgy is meg akarom csinálni ezt a cutting the cordot, utána pedig elhúzni, megvenni az új hajót, és a 3300 zenem. Ó, 3000 elmegy hajóra, és még össze kéne szedni 75 zent, mert akarok venni kulcsot, ő majd remélik meg gazdagszok. Na de. Menjünk a Braille 3-be. We have arrived in the Brea system. Warning, ship is under attack. Megállt már elég sok XP-kel majd, hogy szintet lépjek. Long-range sensors show that Tal Shiar reinforcements are closing on this location. We have a problem. The Tal Shiar are trying to... Thank you.
Remélem zöld lesz. Zöld. Zöld. From above.
None of this matters. We just need to open the gate. Bring the Iconians here, and it will be over. That was Taurus's plan, too. And you saw how that ended for her. We finally have the opportunity. Victory is within our grasp. You call this victory? It's over. This is done. You're done. No! We can still finish... You! You're the cause of all of this! You don't even understand what you've walked into. You're too late to stop it. A lowly being such as yourself cannot even recognize the true power the Iconians represent. And that any future will depend on a place in their regime. All you've done is arrive in time for the end of existence as you know it. I can call as many reinforcements as I need. Not now. My ship has put an interference field around this plaza. It's over. Here with her flagship. I'm trying to hold her up. De legalább ez így már jó volt. Igaz, nincs hajomány. Fika torpedó se. De attól függetlenül jó volt. We have a... Ezért volt? Kónyai próbok. My ship is disabled. You must finish this. Target shield has failed.
This is your last chance to surrender. The full force of this dreadnought will be turned against any who persist in this foolish rebellion. Resist me, and you will face the full might of the Romulan Star Empire. Jaj, szíló. Ezek az üres fenyegetések. Érdekes, most már ezt is megváltoztatták. Na, a romulános küldetéseknek ez lenne a vége. The Klingon Defense Force will continue the search for Sela's vessel. But as of right now, we have no idea where the Iconians took her. Or if she went willingly. I find this turn of events. Darkness before the dawn. I have been in contact with the Remans. The High Council wishes to seek an alliance with them. Na jó, nem az utolsó. Az utolsó. I fight for my people. We will be free. Farewell, my friend. I would welcome. We will. Romulan mystery. Megcsináltam. És ennyi volt. Romulános küldetések. Most jönnek a... Jönnek a kardassziai küldetések. Na most... azt írták a készítők, hogy a New Dawn-nal új küldetések lesznek. Gondolom ez a Venture into Deep Space, ez még ugyanaz lesz. De ez annyi, hogy oda kell menni a DS9-hoz. És fel kell menni az OPS-ba. Beszélni kell a Cetasszal. Aki egy nagy Gorn. Egy hüllő.
összetesz, nagykövet, és az adja meg az első küldetés, ezt a Badlands-et. Na most azt mondják, hogy a Badlands-től átalakítanak küldetéseket, úgyhogy amikor elérek ide a Second Wave-hez, akkor onnantól csinálok majd a küldetéseket. Nem tudom, hogy mik lesznek kivéve, mik lesznek berakva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 küldetés van, ebből 4-et fognak kivenni. Most nem tudom, hogy melyiket fogják kivenni, melyiket tartják bent. Ezért nem akarom ezeket megcsinálni, mert semmi értelme. Second Wave of Bajor, Operation Gamma, Facility 4028, Bodley Day Road, ezek maradnak, ezek featured epizódok. De többi az nem, azok közül nem tudom, hogy melyik kerül be, melyik kerül ki, melyik pedig marad. Úgyhogy a következő az majd a Second Wave lesz. Na de... Álljunk csak meg. 40 percem egy. Jó, akkor ezt most így leállítom. Mindjárt jövök vissza.